people of our love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. La la li. Szevasztok srácok, én Zodiac vagyok, ez pedig a képregényűrületnek a következő része, és azon belül is a Marvel bontogatás. Hát igen, megjött a 3 hónappal ezelőtt beígért ajándékos csomag. Na akkor nézzünk is bele. Hát én kibontottam. Megnézni, és kezdjünk bele. Ezt félre rakom, majd mindjárt megmutatom. Ezek a támaszok, ugye? És a dobozon belül is van egy sárga csomag, amiben a következő két képregény található meg. Ez pedig a hatalmas Thor istenek nyomában, valamint Pókember elő és felelősség az új világ sorozatból. Na de akkor kezdjük a Pókemberrel, majd utána mutatom az ajándékot is. Ismételten egy Pókember kötet. És belenézünk, és hát a retro feeling az egyből megcsapom, az Ultimate Pókember képregények és rajzfilmek után. Már most mutatom nektek, hogy az új világ pókemberéről van szó. Ez pedig az Erő és Felelősség címet kapta, amelyben a ha ismered Pókembert, azt hiszed? Tévedsz, a Marvel leghíresebb hősét egy tragikus történetben újraalkottuk a következő generáció számára. Fedezd fel a felmászó teljesen új eredet történetét, és legelső harcát az ős ellenségével, a Zöld Manóval. A gyűjtemény az Ultimate Spider-Man 1-6 számát tartalmazza, és kíváncsi, hogy a karakter figurák ugyanúgy megvannak-e. Új világ Pókember megjelent a Csodálatos Pókember második szériába, és több nem is lesz Pókemberből, ha jól tudom, de nagyon jók ezek az új világi rajz galéria, borító galéria. Ó, és itt vannak a rekordokról szóló kis cikkek a végén. Valamint megnézzük az elejét, ismét Mark Lupoi szavai üdvözölnek, és a két variáns a borítóból az elején, a mutáns pók erőtlenül. Wow! Ez király, nagyon szép a rajzolás. Itt természetesen benne van a nagy pók, és kíváncsi leszek a történetre. Na, folytassuk akkor, mivel ő a kedvencem, Thor. Így ő lesz az első Pókembert hagyom következőre, tehát most egy ilyen fordított sorrendben fogom olvasni a köteteket. És Thor istenek nyomában, ő pedig, ő a mennydörgés istene, egy elképesztő erejű égi hatalmasság emberi alakban, aki megfogadta, hogy páratlan erejét és a Mjölnir nevezetű pörőjét a föld védelmének szolgálatába állítja, ám amikor 3 Pantheon istenei fordulnak ellene, elég erős lesz ahhoz, hogy szembenézem velük. A gyűjtemény a Mighty Thor 1-7 számát tartalmazza. Alig várom, hogy kinyissam. Nagyon király. Istenek nyomában. Nagyon jó. A grafikája az egyenletesen minden egyes Marvel kötetnek igényes grafikája van. És ugye itt a Mjölnir. Gondolom harcol egy kicsit Vasemberrel is. Vannak ilyen dupla vallas cuccok mostanában az ilyen képregényekben. Ó, micsoda szörnyekkel vetélkedik. Ú, ez nagyon durva lesz. És itt van Héra, a testvére. Nagyon király, tetszik. Nem érdem, hogy jó nevet mondtam már. Én a filmből úgy emlékszem rá. Na mindegy.
és Thor még a 39. részben visszatér, valamint az 51. is benne lesz, Fekete Párduc ki a Fekete Párduc kötetében, valamint a Thor az utolsó vikingben, a 39. kötetben még találkozunk vele, itt is. Rajz galériával találkozunk a végén, valamint az írói szavakról, skicvázlat, borítók, wow, benne van Kapi, nagyon jó. Ez a kötet, ez érdekes lesz. Na és akkor, hogy ne húzzam a szót, jöjjön az ajándék. Az ajándék ugyebár az utolsó, ami a 9. kötethez járt volna, vagy után, az egy ilyen támasz lesz, könyvtámasz, ami elég jó minőségű fémből készült, könnyed, de nagyon dizájnos, bár én ilyen lilásra emlékeztem, de ez full fekete. Azt, hogyha megkongatom, akkor látjátok, hogy ez full fém, és körülbelül így fog találkozni a kettő szemben, hogyha odaértünk, de nekem nem lesz könyvtámaszom, ez nekem csak egy dísz lesz. Szóval ez lett volna a kis kötet csomagom, ami megérkezett. Így a két kötet, valamint a támaszok. És ennyi lenne a Marvel-es bontogatós csomagomnak a következő része. Ha tetszik a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és ha nem tetted volna még meg, akkor nyomj a csengőt, hogy értesülj az összes videóról, amit feltöltök a csatornára, és ez a videósorozat fent van egy listán a képregény ügyleten, ha gondoljátok, nézelődjetek szét, a videó végére pedig majd odarakom a linkjét ennek a lejátszási listának, úgyhogy csámcsogjatok hatalmasakat rajta. Én köszönöm a figyelmeteket! Szevasztok! Jók legyetek! Ahoj!